Ebben a bölcskei házban lakott a nő és a lánya, akik megpróbálták meggyilkolni a családfőt. A férfi már korábban elköltözött, mert nagyon megromlott a viszony közte és a 18 éves lány között. A két nő mégis azzal hívta át magukhoz az áldozatot, hogy ki akarnak vele békülni. Amikor a férfi megérkezett, a felesége befogta a szemét, majd azt mondta neki, ajándékkal készültek. Eközben a másodrendű vádlott a cipős szekrényhez lépett, ahonnan a jobb kezébe felvett egy kis fanyerű konyhakést, amely kb. 16 cm hosszúságú volt, a pengéje pedig hegyes és 7 cm hosszúságú, illetve a bal kezébe pedig egy flakon darázsító sprét. A lány szemből nyakon szúrta a befogott szemű apját, majd lefújt a darázsító szerrel. A férfi azonnal menekülni kezdett, de a két nő kalapácsokkal rontott rá. Végül az áldozat az utcára menekült, ahol futni kezdett. A lánya ekkor gyalog, a felesége pedig a közös autójukkal kezdte üldözni, majd egyszerűen elütötte. A tér belső oldalra szalagja teljesen, az előső kereszt szalagja részlegesen elszakadt, a sípcsont külső ízületi porc felszínén összenyomatásos törés alakult ki, mert sérülések 8 napon túlgyógyulóak, összességben kb. 8 hét alatt gyógyulóak. Ezt követően a sértett felvágódott a motorháztetőre, majd pedig onnan a szélvédőre csapódott. A férfi lánya most azt mondta a bíróságon, hogy kamaszkora óta gyűlöli az apját, mert a férfi rendszeresen bántalmazta őt, és azzal vádolta, hogy a lány miatt romlott meg a viszonya a feleségével is, ezért támadtak rá. Fizikailag csak eseti alkalommal, de érzelmileg és pszichésen folyamatosan bántalmazott, és ezt nem tudtam én ezen elviselni, és ez miatt kezdett megromlani a kapcsolatunk, leginkább 13-14 éves koromban, olyan szinten 14 éves koromban nem is nagyon tartózkodtam, ott inkább órákat sétáltam az utcán kárhiterbe is, csak hogy nekem mellette lennem, mert nem tudtam elviselni azt, amit velem tett. A két vádlott fenntartotta a rendőrségen korábban tett vallomását, vagyis nem ismerték be, hogy előre kitervelten meg akarták volna gyilkolni a családfőt. Az ügyben ezért december 4-ére újabb tárgyalást tűztek ki.